Hát csak hogyan beköszöntött a várva várt tenyészvásár. Már az ünnepsége reggelin a falu minden lakosa kinn a ház előtt beszélgetett a nagy készülődésekről. A községháza homlokzatát repkényfüzérrel díszítették, egy rét közepén sátrat vertek az ünnepi lakomához, s a piac téren, a templom előtt, valami mozsárfélét helyeztek el, annak kellett majd jelezni a megyefőnök érkezését, s a koszorús gazdák nevét. A büsi nemzetőrség, mert Ivonville-ban nem volt ilyesmi, már eljött, hogy csatlakozzék a tűzoltó testülethez, amelynek Biné volt a kapitánya. Biné ezen a napon a szokottnál is magasabb gallért hordott, s szűkre szabott zubbonyában oly mereven és mozdulatlanul tartotta a derekát, hogy egész testi elevensége mintegy a két lábába szállt, mert ezek kiszabott léptekben ritmikusan meneteltek. Mivel a parancsnok s az adószedő már régebről is vetétársak voltak, mindegyikük külön-külön gyakorolta az embereit, hogy mutassák, mit tudnak. Így aztán felváltva láthatták, hol a vörös válrojtok, hol a fekete melvértek szakadatlan felvonulását. Szinte sose volt véges, mindig újra kezdődött. Ionville-ban sosem mutattak be ilyen cifraparádét. Néhányan már előző nap kimeszelték a házukat. A félig nyitott ablakokban háromszínű zászló lobogott, minden kocsma tele volt, s a szép napos időben a színes kendők, az aranykeresztek és a kikeményített fejkötők fényesebbnek látszottak, és oly vakítóan csillogtak, mint a hó a napsütésben, s szétszóródott tarkaságukkal mindenfelé megtörték az ünnepi kabátok s a kék paraszzubbonyok sötét egyhangúságát. A környékbeli parasztasszonyok, amikor leszálltak a lóról, először is egy vastag tűt húztak ki a szoknyájukból, azzal tűzték a testük köré, hogy be ne piszkolodjék. A férfiak viszont, hogy kíméljék a kalapjukat, zsebkendőt terítettek rá, aminek az egyik csücskét a fogok között tartottak. A falu két vége felől egész tömeg ömlött a főutcában. Mindenhonnan áradtak a fasorokból, a mellékutcákból, meg az egyes házakból, s időnként hallani lehetett egy-egy kapu kalapácsát, ahogy visszacsapódott a cérnakesztyűs polgárasszonyok mögött, akik mind eljöttek hazúról, hogy láthassák az ünnepet. Semmit sem csodáltak meg jobban, mint azt a két hosszú és lampionokkal rakott állványt, amelyek a hatóságoknak fenntartott emelvényt szegélyezték. Ezen kívül a községháza négy oszlopához erősítve négy pózna ismerett az égnek, mindegyiken zöldes vászonzászlócska aranybetűs felirattal. Az egyiken ezt olvashatták. Éljen a kereskedelem! A másikon éljen a földművelés, a harmadikon éljen az ipar, s a negyediken éljen a szép művészet. De ez a nagy vigasság, amely minden arcot felderített, Le François-nét, a fogadósnét, mintha inkább lehangolta volna. Ott állt a konyhája lépcsőjén, és így zsörtölődött magában. Szamárság, micsoda szamárság ez az egész ponyvasátor. Azt hiszik, hogy a megyefőnök olyan szívesen ebédel majd sátor alatt, mint egy csepürágó. És ezt a nagy felfordulást úgy nevezik, hogy közérdek. Ezért ugyan kár volt már külön lacikonyhást is hozatni Neuchâtelből. És aztán kiknek? Ezeknek, a csordásoknak, meg mezitlábasoknak? A patikus épp arra ment. Fekete frak feszült rajta, nanking nadrág, hódbőr cipő, s kivételes kalapot is hordott, alacsony, kemény kalapot. Jó napot, mondta. Bocsásson meg, de ilyen sietős a dolgom. És amikor a kövér özvegy megkérdezte, hova megy, így válaszolt. Furcsának találja, ugyebár én, aki ugye még jobban behúzódom a laboratóriumba, mint az a bizonyos patkány a sajtba. Micsoda sajtba? Kérdezte a fogadósné. Ó, mindegy, nem ez a fontos, mondta a patikus. Azt akartam csak mondani, kedves Le François-né,
hogy én bizony állandóan odahaza remetéskedem. Ma azonban tekintettel ezekre a körülményekre kénytelen vagyok. Szóval maga is oda megy, mondta a fogadósné megvetőleg. Igen, csak ugyan oda megyek, felelte a patikus meglepődve, hisz végre is tagja vagyok a tanácskozó bizottságnak. Le François csak nézte jó néhány pillanatig, és végül is mosolyogva így szólt. Az más. De hát mi köze magának a földműveléshez? Mit ért maga hozzá? Hogy ne értenék, persze, hogy értek, hiszen gyógyszerész vagyok. Azaz más szóval kémikus. És mivel a kémia tárgya, kedves Le François, a természetbeli testek kölcsönös és molekuláris tevékenységének ismerete, világos, hogy a mezőgazdaság is vegytan birodalmába tartozik. S csak ugyan, a különböző trágyafélék összetétele, a folyadékok erjedése, a gázneműek elemézése, s az mi az mág befolyása? Mi egyéb ez, kérem nőrtől, ha nem a legtisztább kémia? A fogadósné nem felelt semmit, Omi úr viszont így folytatta, azt hiszi. Az lehet csak mezőgazdász, aki maga szántja a földjét, vagy maga hízlalja a baromfiát? Többet ér, ha ismeri a szükséges anyagok alkatrészeit, a geológiai rétegeket, a légköri változásokat, a talaj, az ásványok és vizek minőségét, a testek fajsúlyát és hajszál csövességét. Mit tudom én, mi mindent? És alaposan kell ismernie minden egészségtani elvet, mivel csak így bírálhatja, csak így módon irányíthatja a különböző építkezéseket, az állatok etetését, a cselédség táplálkozását, amelyet bizony Le François-né értenie kell a botanikához. Megkülönböztetni a növényeket, úgy, ahogy mondom, asszonyom, melyek közt a hasznosak, melyek a károsak, melyek a fölöslegesek, és melyek a táplálóak. Hogy melyiket írtsuk, és melyiket vessük újra. Mind szaporítsuk az egyiket, és mind pusztítsuk a másikat. Hát szóval lépést kell tartani a tudomány fejlődésével, figyelemmel kell kísérni a lapokat és szakkiadványokat, mindig résen kell lenni, hogy felhasználjuk a tudományos eredményeket. A fogadósné közben egyre a Nemzeti Kávéház bejáróját fürkészte a patikus, meg így folytatta. Adná Isten, hogy gazdáink egyben vegyészek is lehetnének, vagy legalább jobban hallgatnának a tudomány tanácsaira. Én magam nemrégiben írtam egy jó vaskos könyvecskét, egy több mint 72 lapos értekezést ezzel a címmel, az almaborról, gyártásáról és különböző hatásairól, egy néhány új és idevágó megfigyelés kíséretében, és el is küldtem Rouenban a mezőgazdasági társaságnak, amire aztán abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy bekerültem a társaság rendes tagjai közé, a földművelési osztály gyümölcs ismerettani csoportjába már most, ha ez az én munkám a nyilvánosság elé került volna. De a patikus elhallgatott, mert látta a fogadósnénak egészen más gondjai vannak. Oda nézzen, mondta Omének, az ember nem tudja, mire véje. Egy ilyen közönséges csapszék. És oly erélyes válvonogatással, hogy mellén a kötött kelme már-már szakadozni kezdett, két kezével mutatott vetétársa kocsmájára, ahonnan nagy énekszó hallatszott. Különben, mondta. Hamarosan vége lesz a mulatságnak. Egy héten belül mindennek búcsút mondhat. Omi egészen hátra hőkölt a nagy meglepetéstől. A fogadósné nem restelt lejönni a konyha lépcsőn, s odakint Omi fülébe súgta. Micsoda, hát nem tudja. Foglalnak nála a héten. Lörő vereti majd dobra. Tönkretette a váltóival. Micsoda szörnyű katasztrófa, kiáltott fel a patikus, aki mindig készen állt a megfelelő kifejezésekkel minden elképzelhető alkalomra. A fogadósné elmondta hát neki azt az egész históriát, amelyet Theodortól hallott, Guillaumin úr inasától, s bár gyűlölte Téliét, mégis elítélte Lörőt.
alattomos, csúszómászó féreg. Nini, mondta, nézze csak, épp ott van a csarnokban. Bovári nénak köszön, zöld kalap van a doktornén. Boulanger urral megy karonfogva. Bovári né, kiáltott fel Omé. Akkor már megyek is, hogy üdvözöljem. Biztosan nem lesz ellenére, ha majd belül kap helyet az oszlopcsarnok árnyékában. És nem is hederítve többé Le François-né asszonyságra, aki hívogatta vissza, hogy még többet meséljen neki, a patikus már is ment gyors léptekkel, mosolyogva, s megfeszített lábikrával, s közben sűrűn köszöngetett jobbra-balra a sok ismerősnek, jókora teret töltve meg fekete frakja bőszárnyaival, amelyek hosszan libegtek mögötte a széláramban. Rodolf már messziről észrevette, és siettette lépteit, de Bovári né kifulladt. Amire hát lassított, s mosolyogva nyers hangon így szólt hozzá. Kerüljük ki azt a kövér embert, hisz tudja, a gyógyszerészt. Emma megbökte a könyökével. Mit jelent ez? Tűnődött a férfi, s féloldalra nézett rá, miközben ment vele tovább. Az asszony arcéle oly nyugodt volt, hogy nem tudott róla leolvasni semmit. Élesen megvilágosította a napfény fejkötője tojásdat keretében, amelynek halvány szalagjai nádlevelekhez hasonlítottak. Szeme, bár tágra nyitotta, hosszú, ívelt pillái közt összeszorulni látszott az arccsontjától, ott, ahol a vér lágyon lüktetett finom arcbőre alatt. Arcimpája rózsaszínnel világította meg a nap. Fejét kissé a vállára hajtotta, s ajkai közül kilátszott fehér fogainak gyöngyház éle. Csúfot üz belőlem? Tűnődött Rodolf. Holott Emma mozdulata csak figyelmeztetni akartam, mert Lörő is velük volt, s időnként hozzájuk intézte a szót, hogy részt vegyen a társalgásban. Milyen gyönyörű napunk van. Senki sem maradt odahaza. Kelet felől fúj a szél. De Bovárini, akár csak Rodolf, egy ízben sem felelt neki, ő viszont legkisebb mozdulatukra azonnal hozzájuk fordult, s így szólt, parancsolnak? S ugyanakkor a kalapját is megemelte. Mikor a kovács műhely elé értek, Rodolf nemhogy tovább ment volna egészen a sorompóig, hirtelen egy mellékutcába tért át, s magával vonva Bovárinét így kiáltott. Jó mulatást, Lörő úr! A mielőbbi viszontlátásra! Ezt szépen elküldte, mondta nevetve Bovári né. No de, válaszolta Rodolf, csak nem hagyjuk, hogy örökké itt lógjon a nyakunkon, s ha már ez a szerencse ért, hogy magával lehetek. Emma elpirult. A férfi nem fejezte be a mondatát. Ehelyett a szép időről beszélt meg arról, hogy milyen jó a füvön járni. Pár százszor szép másodszor is virított a fű között. Mennyi szép pipitér, mondta. Elég lenne hét falu szerelemre éhes lányainak, s hozzátette. Mit gondol, ha én is letépnék egyet? Csak nem szerelmes? Kérdezte kissé köhécselve Bovári né. Ki tudja, felelte Rodolf. A rét már kezdett benépesedni, s házi asszonyok jöttek velük szembe nagy ernyőkkel, kosarakkal, meg a gyerekeikkel. Nem egyszer ki is kellett térni egy-egy hosszú, sorfalusi leányzó elől, cselédlányok lehettek, kék karisnyásan, lapos félcipőben, ezüst gyűrűvel az ujjukon, s ha közel értek hozzájuk, érezni lehetett, hogy tejszaguk van. Egymás kezét fogva mentek, így áradtak szét a réten, végig a rezgő nyárfasortól egészen a lakomai sátorig. Épp akkor volt az állatszemle. S a gazdák egysorban iparkodtak valami versenypályaszerű térre, amelyet cölöpökkel tartott hosszú kötél kerített közre. Az állatok már mind belül voltak. Orrukkal a kötélnek fordulva, s bizonytalan sort formálva szélesebb vagy soványabb farukkal. A sertések orrukat a földbe dugva szunyókáltak, a borjak keservesen bőgtek, a bárányok bégettek, a tehenek,
Behajtva egyik lábuk, hasra feküdtek a gyepen, s lassan kérődzve lelecsukták nehéz szempillájukat, miközben egészen belepték őket a körülöttük zimmögő legyek. Mesztelen karú béres legények ágaskodó csődöröket tartottak szorosan kötőféken, miközben ezek a kancák mellett kitágult orjukokkal nyerítgettek. A kancák maguk nyugodtak maradtak, elelnyúltva fejüket s lecsüngő sörényüket, míg mellettük a csikójuk vagy az árnyékukban heverésztek, vagy hozzájuk dörgölőztek, hogy szophassanak. Az összezsúfolt állati testek hosszú hullámzása felett olykor habként csapódott fel a szélben egy fehér sörény, vagy egy pár élesen kiálló szarv, vagy egy futó emberfeje. Messzebbre kívül a versenytéren legalább 100 lépésre nagy fekete bikát őriztek, szájkosárral s orrában vasgyűrűvel. Meg sem mozdult, mintha csak bronzból öntötték volna. Egy rongyos fiú tartott a kötélen. Közben a kettő sor között néhány úr jött közelebb lassú, nehézkes léptekkel, megvizsgáltak minden állatot, aztán halkan egymás közt tanácskoztak. Egyikük, akik tekintélyesebbnek látszott, menet közben jegyzeteket írt valami albumfélébe. A bíráló bizottság elnöke volt, de Royoa de la Panville úr. Mihelyt ráismert Rodolphe-ra, azonnal feléje sietett, s így szólt hozzá, mosolyogva, s szeretetre méltó képpel. Micsoda, kedves Boulanger, hát nem tart velünk? Amire Rodolphe erősködött, hogy azonnal utánuk megy. De mikor az elnök eltűnt, így szólt. Dehogy megyek, itt maradok. A maga társasága nekem többet ér. És miközben vígan ócsárolta az egész tenyész állatvásárt, felmutatta a csődörnek külön kék színű igazolványát, hogy könnyebben mozoghasson, sőt, némelykor meg is állt egy-egy fejlettebb példány előtt, míg Bovariné mindegyiket egyformán unalmasnak találta. Amikor Rodolphe ezt észrevette, tréfás célzásokat tett a jonvili hölgyekre, illetve az öltözködésükre. Aztán meg a maga hanyag külseje miatt mentegetőzött. Ez ugyanis a keresett és a közönséges dolgoknak volt a keveréke, amelyben a kívülálló valami rendkívüli életfelfedezését vélte élvezni, a szenvedélyek zűrzavarát, a művészet zsarnokságait, s majdnem mindig a társadalmi konvenciók megvetését, s ezt vagy elragadónak, vagy pedig elviselhetetlennek találja. Így például Rodolphe Baptiste Inge redőzött kéz előjével csak úgy dagadozott a szélben a szürke vászony mellé nyílásán át, míg széles sávú nadrágja alól kilátszott bokája, amelyre lakkal szegélyezett nankin cipője feszült. A lak olyan fényes volt, hogy a fű is tükröződött benne. De azért nyugodtan belegázolt mindenféle lónyomba, egyik kezét zubbonya, nagy zsebébe mélyeztve és félrecsapva hanyagul a szalmak alapját. Különben is, tette hozzá, ha az ember falun lakik, kár minden kis vesződtségért, mondta Emma. Így is van, felelte Rodolphe. Ha meggondoljuk, hogy senki sincs ezek között, a jó emberek között, aki értékelni tudná egy ruhának a szabását. Akkor aztán a vidéki élet szűkösségéről beszélgettek, azokról, akik megfulladnak benne, az elveszett illúziókról. Ezért is menekülök egyre jobban, mondta Rodolphe, a szomorúságba. Hogy ön? Csodálkozott Emma. De hiszen azt hittem igen jókedvű. No igen, csak úgy látszólag, mert társaságban csúfolódó álarcot öltök magamra. Holott hányszor tűnődtem már azon, ha láttam egy temetőt a holdvilágban. Nem volna nekem is jobb azok között lennem, akik ott alszanak? Ó, és a barátai? Így Emma. Azokra ilyenkor nem gondol? Barátaimra? Melyikre? Van én nekem barátom? Kitörődik én velem? És az utolsó szavakat egy ajkai közül elszálló füttyentéssel kísérte.
De pár pillanatra el kellett távolodniuk egymástól, mert mögöttük jött valaki egymásra halmozott székek egész rakományával. Annyira meg volt rakodva, hogy nem is látszott belőle más, csak facipőjének az orra, és két egyenesre tárt karjának a legvége. Liti Boudoir volt a sírásó, aki a tömegen áttörve cipelte a templom székeit. Ha az érdekeiről volt szó, sose fogyott ki az ötletekből, s így jött rá annak a módjára, hogyan húzzon hasznot az ünnepségből. S jól számított, mert azt se tudta, kit szolgáljon ki először. A falusiaknak ugyanis meglehetősen melegük volt, s valósággal veszekedtek ezekért a székekért, amelyeknek a szalmája tömjén szagot árasztott, s amelyeknek vaskos és gyertyapecsétes támlájáról bizonyos áhítattal támaszkodtak. Bovarini most megint belekarolt Rodolfba, aki úgy folytatta a szót, mintha csak magának beszélne. Ha tudná, mennyi mindentől megfosztott a végzetem. És örökké, egyedül. Oh, csak valami célja is lett volna az életemnek. Ha csak egy kis szeretettel találkoztam volna valahol, ha lett volna valakim, akkor felhasználtam volna minden csepp életerőmet, minden gáton, áttörtem volna, minden akadályt legyőztem volna. Pedig úgy látom, mondta Emma, hogy ön nem olyan szánalomra méltó. Gondolja? Felelte Rodolf. Mert végre is, folytatta Emma, ön mégiscsak szabad ember, majd habozva, és gazdag is. Ne csúfolodjék velem, válaszolta Boulanger úr. És Bovariné esküdözött, hogy egy cseppet sem csúfolódik, amikor egyszerre csak ágyülövés hallatszott, amire mindenki össze-vissza a falu felé igyekezett. Vaklárma volt. A megye főnök még mindig nem érkezett meg, s a bizottság tagjai a legnagyobb zavarban voltak, ne tudva, megkezdjék a gyűlést, vagy tovább várjanak. Végül is a piac tér mélyén egy nagy bérelt hintó tűnt fel, két sovány ló húzta vonta, azokat meg, ahogy csak tudta, egy fehér kalapos kocsis csapkodta. Binének épp annyi ideje volt, hogy elkiáltsa a tűzoltóknak. Vigyázz! Az ezredes meg azonnal követte a példáját. Mindnyájan siettek a gúlába rakott fegyverek felé. Oly nagy lett a rohangálás, hogy egy néhány egyenruhás még a gallériától is megfeledkezett. De a megyefőnöki fogat úgy látszik, kitalálhatta a zavarukat, mert a két összefogott gebe csak toporgott a szerszámok közt, s döcögve ért a községháza oszlopos előcsarnoka elé. Épp amire a nemzetőrök meg a tűzoltók is odaértek, hangos doppergés között, és messze döngő léptekkel. Fordulj! Kiáltotta Biné. Vigyázz! Kiáltotta az ezredes. Balra át! S a fegyveres tisztelgés után a puskagyűrűk csattanása körülbelül úgy hangzott, mint egy rézüst, ha legurul a lépcsőn. Akkor aztán egy öreg úr szállott ki a hintóból, ezüst hímzéses, rövid díszkabátban, a homlokán már kopasz volt, és minden maradék haja a feje búbján tornyosult. Sápat volt az arca, és igen jámbor a külseje. Kidüllett és félig zárt szemével, amelyre vastag szemhéja borult, egyre a sokaságot nézte, hegyes orrát pedig a magasba emelte, s csukott szájjal próbált mosolyogni. A polgármester mindjárt megismerte nemzeti színű mellszalagjáról, s közölte vele, hogy a megyefőnök nem jöhetett el az ünnepségre. Ő maga megyei tanácsos, aztán még udvariasan mentegetőzött. Tüvás nagy bókkal felelt, amire a tanácsos úgy tett, mintha zavarba lenne. S csak álltak ott egymással szemben, homlokuk majdnem összekoccant, köröttük az ünnepi bizottságnak a tagjaival, az egész községtanáccsal, a helybeli előkelőségekkel, a nemzetőrséggel és a tömeggel. A tanácsos úr melléhez szorítva háromszögű kis fekete kalapját,
Továbbra is egyre köszöngetett, míg Tüvás ívvé görbülve csak mosolygott, dadogott, kereste a szavakat, biztosította a tanácsost odaadó király hűségéről, s megköszönte, hogy a kormány Ivonville tisztelte meg az ünnepséggel. Ippolit, a fogadói szolga, már jött is a lovakért, s kötőféküket, megragadva vezette őket sántán, lőcslábával az arany oroszlán bejárója elé, ahol már sok falusi állt, hogy megbámulja a fogatot. Doppergés és mozsárdorrogás közt az urak szép sorjában felvonultak az emelvényre, és beleültek azokba az utrechti vörös bársony karszékekbe, amelyeket Tüvásné kölcsönzött e nagy alkalomra. Ezek az emberek valahogy mind hasonlítottak egymáshoz. Pettyüt, szőkés, a naptól kissé megbarnított ábrázatuk olyan színű volt, mint az édes almabor, s bodros pofaszakálluk valósággal kiárat magas kemény gallérjukból, amelyet szép csokorra kötött fehér nyakkendő fogott össze. Mindegyik mellén hajtókás bársony mellény feszített, mindegyik óráján egy-egy hosszú szalag végén kerek pecsétnyomó csüggött karneolból. És mindegyük a kezét a combjára támasztotta, vigyázon terpesztve széjjel nadrágjának a ráncait, amelynek kikészítetlen szövete még fényesebben ragyogott, mint erős csizmájuknak a bőre. A társaság hölgy tagjai hátrább helyezkedtek el, az oszlopok közt, az előcsarnokban, míg szemben a tömeg legjava vagy állt, vagy pedig széken ült. Lisztí Boudoir ugyanis idehozta mindazt a sok széket, amelyeket előzőleg a rétre hordott ki a templomból, s most is egyre odaszaladt, hogy újabbakat hozzon elő. Így aztán ezzel az üzletével oly torlódást okozott, hogy alig lehetett utat törni az emelvény kis lépcsőjéhez. Azt hiszem, mondta a Lörő úr, a gyógyszerészhez fordulva, aki épp a helyére igyekezett, hogy ide két velencei árbócfát kellett volna állítani, valami olyan újítást, ami komoly is, díszes is, és mindenképpen kellemes látványosság. Na igen, felelte Omé. De hát mit tehet az ember? A polgármester intézett mindent a maga belátása szerint. Pedig hát, szegény Tüvásnak nincs valami jó ízlése, sőt, teljesen híjával van annak, amit műérzéknek hívnak. Közben Rodolf Bovarinéval együtt felment a községháza első emeletére, mégpedig a tanácsterembe, és mivel az egészen üres volt, kijelentette, hogy innen kényelmesen nézhetnék a mulatságot. Fel is szedett három kis széket a nagy kerekasztal körül, épp a király mellszobra alól az egyik ablakhoz vitte őket, és odaültek szépen egymás mellé. Az urak lenn az emelvényen nagy izgalomban lehettek, hosszasan suttogtak és tanakodtak. Végre is a tanácsos úr felemelkedett a helyéről. Most már tudták, hogy Lövönén hívják, s a neve úgy szólván szájról szárja rárt a tömegben. Miután összeszedett pár lapot, s hogy könnyebben olvashasson, a személyhez emelte őket, neki kezdett. Uraim, engedjék meg először is, mielőtt még rátérnék mai összejövetelünk tárgyára, és gondolom, hogy véleményemben mindnyájan osztozni fognak, engedjék meg, ismétlem, hogy köszönettel adózzak felettes hatóságainknak, a kormánynak, ő felségének, uraim, a mi uralkodónknak, hőn szeretett királyunknak, akinek figyelme a köz- és magánjólét minden egyes ágára kiterjed, s aki az állam szekerét oly erős és bölcskézzel irányítja egy viharos óceán sosem szűnő veszedelmei között, egyformán szem előtt tartva a békét és a háborút, az ipart, a kereskedelmet, a földművelést és a szép művészeteket. Azt hiszem, szólalt meg Rodolf, kissé hátrább kéne ülnöm. Miért? Kérdezte Emma, de a tanácsos úr hangja ugyanabban a pillanatban váratlanul lendületesen harsant fel. Így szónokolt.
Mert az elmúlt idő, uraim, mikor a polgárháború még vérrel borította köztereinket, amikor a birtokos, a kereskedő és maga a munkás esténként, ha fejüket békés álomra hajtották, reszkedtek arra a gondolatra, hogy hirtelen a vészharang szavára kell majd felriadniuk, és amikor a legvakmerőbb és legfelforgatóbb eszmék alapjában rázták meg a társadalmat, azért, felelte Rodolf, mert megláthatnak alulról. Akkor aztán két hétig egyre csak mentegetőznöm kellene, és milyen rossz a hírem. Ugyan, szólt Emma, ne túlozzon. Nem, esküszöm, szörnyen rossz a hírem. Ám, uraim, folytatta beszédét a tanácsos, ha elűzöm emlékezetemből az így sötét képeket, és végignéznek szép hazánk jelenlegi helyzetén, mit láthatok? Mindenütt virágzik a kereskedelem, s virágoznak a művészetek, mindenütt új utak nyílnak a közlekedés számára. Meg annyi új ér az államtestben, hogy új kapcsolatokat teremtsenek. Nagyobb gyárosaink tevékenyen működnek, a megerősödött hitélet minden szívet felderít, kikötőink tele árukkal, a bizalom újra éled, egy szóval Franciaország megint lélegzethez jut. Egyébként, tette hozzá Rodolf, a világ talán nem is igen téved. Hogy? Kérdezte Bovariné. Felelte a férfi. Hát nem tudja, hogy bizonyos lelkek örökös gyötrelemben élnek. Az ilyen lelkek hol az ábrámdozókhoz, hol a cselekvéshez folyamodnak. Hol a legtisztább szenvedélyhez, hol a legvadabb élvezetekhez, és belevetik magukat minden szeszélybe vagy őrületbe. Az asszony erre úgy nézett rá, akárcsak egy utazóra, aki a legcsodálatosabb országból tért haza, és így folytatta. Mi szegény nők még ezt a szórakozást sem ismerhetjük. Igen, szomorú szórakozás, hisz nem leljük meg benne a boldogságot. De megleljük-e? Valaha is. Kérdezte a fiatal asszony. Igen, egy nap találkozunk vele, válaszolta a férfi. S önök ezt, mondta a tanácsos, tökéletesen megértették. Önök mind, vagyis a mezőgazdák és a mezei munkások, önök, a békés úttörők a civilizáció nagy munkájában, önök, a nyugodt haladás és az erkölcs képviselői megértették, ismétlem, hogy a politikai viharok valóban még félelmesebbek, mint a légköri zavarok. Egy nap találkozunk vele. Ismételte még egyszer Rodolf, egy nap, csak úgy hirtelen. Mikor már lemondtunk mindenről, akkor megnyílik az ég, és mintha egy hang azt kiáltaná, itt van. Olyankor úgy érezzük, hogy annak, aki így felénk jön, mindent el kell mondanunk, mindenünket oda kell adnunk, mindent fel kell áldoznunk. Nincs szükség magyarázkodásra. Egyszerre kitalálunk mindent. Már láttuk egymást álmainkban. És közben elnézte Emmát. Egy szóval itt ez a kincs. Miután annyit kerestük, itt előttünk, itt ragyog, itt szikrázik. És mégis mindig kétkedünk. Nem merünk hinni a boldogságban. Káprázva nézzük, mint mikor a homályból a fénybe lépünk. S Rodolf még így beszélt, saját szavait néma játékkal kísérte. Végig simított az arcán, mint aki hirtelen elszédült, aztán Emma kezére ejtette a magáét. Emma visszahúzta a kezét, és közben a tanácsos úr csak olvasott rendületlenül. S kit lephet meg ez, uraim? Csak azt, aki olyan vak és annyira belesüllyedt,
kimondom nyíltan, annyira belesüllyedt egy letűnt kor elfogultságaiba, hogy nem képes felismerni a földművelő nép szellemét. Mert valóban, hol találunk jobb hazafiságot, mint a falvakban? Több buzgalmat a közügyekért, egy szóval mélyebb értelmességet. S én ezen uraim koráncsem azt a felületes értelmességet értem, amely csak híjú ékessége a dologtalan elméknek, hanem azt a mélységes és mértékletes értelmességet, amely főképp és elsősorban hasznos célokra törekszik, hogy így módon járuljon minden egyes ember javához, az egyetemes jóléthez és az állam támogatásához. Azt az értelmességet, amely a törvénytisztelet és a kötelesség teljesítés gyümölcse. Tessék, megint, mondta Rodolf, megint csak a kötelesség, megölnek ezzel a szóval. Van egy sereg vénszamár, meleg alsóruhában, és ugyanannyi vakbuzgott dáma lábmelegítővel, meg olvasóval, akik egyre ezt a szót duruzsolják a fülünkbe. A kötelesség, a kötelesség, az ördög vigye mind. A kötelesség azt jelenti, hogy érezzük át azt, ami nagy, hogy szeressük, ami szép, nem pedig, hogy elfogadjuk a társadalmi konvenciókat a velük járó aljasságokkal. De azért mégis mind a mellett, ellenkezett Bovariné. Dehogy is. Miért szavalnak egyre a szenvedélyek ellen? Hát van náluk szebb dolog ezen a világon. Hisz azokból ered minden. A hősiesség, a lelkesedés, a költészet, a muzsika, a művészetek, egy szóval minden. De azért, felelte Emma, mégiscsak követnünk kell a közvéleményt, és tisztelnünk erkölcsi követeléseit. Igen ám, vágott vissza Rodolf, csak hogy kétféle erkölcs van. A kis erkölcs, a szokványos, a közvélemény erkölcse, amely egyre változik, és oly hangosan ordítoz, és mindig lent jár a földön, mászik, akár csak a hülyéknek ez a gyülekezetteit előttünk. De a másik, az örök erkölcs, köröttünk van és felettünk, mint ez a táj, amely körülfog minket, és a felettünk világló kék ég. Lőven úr épp akkor törölte meg a száját a zsebkendőjével, és beszél tovább. És mi szükségünk bizonyítani, uraim, épp itt és önök előtt a mezőgazdaság hasznosságát? Ki lát el bennünket minden jóval? Ki támogatja létünket? Senki más, mint a mezőgazda. Igenis, uraim, a mezőgazda, mert ő veti be dolgos kezével a szántóföldek termékeny barázdáit, ő termeli a gabonát, amelyet elmés készülékek tiszta porrá örölnek, és amelyet így liszt néven a városokba szállítanak, ahol aztán a pékek táplálékot gyúrnak belőle a szegényeknek épp úgy, mint a gazdagoknak. Ki hízlalja, hanem a mezőgazda, ami felruházkodásunkra a legelők bőséges nyájait, mert hisz a mezőgazda nélkül hogyan öltözködhetnénk, hogyan táplálkozhatnánk. De mi szükség, uraim, így messze keresnem a példákat. Melyikünk nem gondol akárhányszor annak a szerény állatnak egész jelentőségére, amely baromfi udvarunk ékessége, amely nem csak puha párnát szolgáltat a mi ágyunknak, hanem ízes húst is, sőt tojást is az asztalunkra. De sohasem végeznék, ha fel kéne sorolnom mindazokat a termékeket, amelyeket a jól mívelt föld, mint a nagyszívű édesanya pazarol a gyerekeire. Emitt a szőlő, amott a boralma, erre a repce, amarra a sajtok, no, és a len. Uraim, ne feledkezzünk meg a lenről, amely az utóbbi években jelentékenyen nekilendült, s amelyre külön is felhívom a figyelmüket. Nem kellett külön felhívni, mert a sokaság minden tagja tátott szájjal hallgatta, mintha csak innák a szavait.
mellette Tüvás úr úgy figyelt rá, hogy a szemét is kimeresztette. De Zörövar úr időnként mélán lebocsátotta szemhéját, s távolabb a gyógyszerész fiával, Napóleonnal a térde közt, töltsért csinált a tenyeréből, hogy egyetlen szótagot se veszítsen el. A bizottság többi tagja mind az állát ringatta, szép lassan a mellényén helyessése jeléül. A tűzoltók az emelvény alján fegyvereikre támaszkodtak, s maga Bini meg sem mozdult, kifeszítette a könyökét, s úgy emelte magasra a kardja hegyét. Hallani talán hallhatott, de látni nem láthatott semmit, mivel Sisak ellenzője egész az orráig ereszkedett. Hadsegéde, Tüvás úr kisebb fia még nagyobbra szabta a tökfödőjét, mert ez már olyan méretű volt, hogy csak úgy ingott a feje búbján, s még a gyapott sájának is csak a vége bújt ki alóla. Kisgyermekes szerítséggel mosolygott ki a sisak alól, s kicsike sápat arcán, a gyöngyöző verejték közt az élvezett kifejezése az áloméval és a fáradtságéval keveredett. A tömeg a piac teret a szélső házakig elöntötte. Minden ablakban nézők könyököltek, mások a kapukban álltak, s a patika ablaka előtt zsüsten belemerevedett annak a szemléletébe, amit nézett. Bár nagy volt a csendesség, Lieuwen úr hangja mégis elveszett a levegőben. Csak egyes mondatfoszlányok érkeztek el odáig, azokat is félbeszakította a székek zaja a tömeg közt. Majd hirtelen hátulról egy ökör, elnyújtott bőgése hallatszott, vagy az utcasarkokon egymásnak felelgető báránybégetések. A csordások és a juhászok ugyanis egészen idáig hajtották a jószágukat, s ezek zajongtak időnként, miközben a nyelvükkel az orrukról lecsüggő kis levélzöldet tépegették. Rodolf közelebb került Emmához, és halk hangon gyorsan így beszélt. Mondja, nem lázítja fel a világnak ez az összeesküvése. Elhallgatott, majd így folytatta. Van-e egyetlen olyan érzés, amelyet ne ítélne el? A legnemesebb ösztönöket, a legtisztább rokonszenvet egyformán üldözi és rákalmazza. S ha két szegény lélek találkozik, mindent megszerveznek ahhoz, hogy soha se lehessenek egymáséi. De ők mégis próbálkoznak, vergődnek a szárnyukkal, hívják egymást. Ó, mindegy. Azért egyesülnek, előbb-utóbb 6 hónap, 10 év múlva is szeretni fogják egymást, mert így követeli a végzet, és mivel ők egymásnak születtek. Keresztbe font két karját a térdein nyugtatta, és Emmára emelve arcát közelebbről nézte mereven. Emma láthatta azokat a kis aranysugarakat, amelyek ott csillogtak a férfi fekete pupilája körül, s még annak a kenőcsnek az illatát is érezte, amelyel Rodolf a haját gondozta. Akkor egyszerre ellankadt, eszébe jutott a vikont, akivel együtt keringőzött a Vobiszárdi kastélyban, és akinek a szakálla, akár csak a Rodolf haja, ugyanilyen vanília és citrom illatot árasztott. És gépiesen lehúnyta a szemét, hogy jobban érezze az illatot. De miközben egy mozdulattal kiegyenesedett a széken, észrevette messze, a látóhatár legszélén, az ócska omnibuszta fecskét, ahogy lassan ereszkedett lefelé a lői domboldalon hosszú porfelhővel maga mögött. Ebben a sárga batárban jött feléje, akárhányszor Leon, s ott messze azon az úton távozott el örökre. Már-már szinte látni vélte maga előtt az ablaknál, aztán minden összezavarodott felhők tolultak a szeme elé, s mintha még most is táncolt volna a báli keringőzők között, a csillárok fényében és a vikontnak a karján, s mintha Leon se lett volna messze, s már jönne is hamarosan, s közben egyre érezte Rodolf fejét a közelében. E benyomás édessége beleolvadt egykori vágyaiba,
s mint szélben a homokszemek úgy forogtak, és kerengtek abban a lágy illatárban, amely most a lelkére omlott. Kitáguló orcimpáival többször is mélyen lélegzett, és beszívta a friss repkényszagot, amely az oszlopfők felől áradt. Lefejtette a kesztyűjét, megtörölgette a kezét, azután zsebkendőjével arcát próbálta hűsíteni, miközben csak a halántéka lüktetését hallotta, és mondatait zsolozmázó tanácsos úr hangját. Így szónokolt. Folytassátok, tovább! Kitartás! Ne hallgassanak a hagyomány kényelmes sugallatára sem a merész kísérletezés kapkodó tanácsaira. Különösen a talajjavításaival törődjenek, a jó trágyafélékkel, a ló, marka, jú és sertésfajták kellő fejlesztésével. Tekintsék ezt a tenyészvásárt, olyan békés küzdőtérnek, ahol a győztes elmenőben kezet nyújt a legyőzöttnek, s testvéri szövetségre lép vele a jobb siker reményében. Önök meg érdemes dolgozók, alázatos cselédek, akiknek nehéz munkáját mindeddig egyetlen kormány sem méltányolta eléggé, jöjjenek, fogadják el tőlünk hallgatag erényeik jutalmát, és legyenek meggyőződve, hogy az állam ezentúl vigyázni fog érdekeikre, hogy buzdítja, hogy védi önöket, hogy meg fogja hallgatni jogos panaszaikat, és meg fogja könnyíteni, amennyire tőle telik, súlyos áldozataik terhét. Lieven úr akkor leült, és utána a de Rozovar úr állt fel, hogy újabb szónoklatba kezdjen. Az övé talán nem látszott olyan ékesnek, mint a tanácsos úré, de megvolt az az érdeme, hogy stílusának a tények közvetlenebb jelleget adtak, vagyis az, amit mondott, több sajátos ismeretről és emelkedettebb felfogásról tanúskodott. Így például kevesebb helyet adott a kormány magasztalásának, viszont annál többet a vallásnak és a mezőgazdaságnak. Beszéde láthatóvá tette a kettő összefüggését, s azt is, hogyan járultak mindig a közműveltség fejlesztéséhez. Rodolf közben Bovarinéval az álmokról, az előérzetről, a magnetikus erőről csevegett. A szónok viszont visszatekintve a társadalmak bölcsőjére, azokat az ősidőket vázolta e beszédben, mikor a vad erdők mélyén az emberek még tölgyfa makkon éltek. Majd levettették magukról az elejtett vadak bőrét, szövött ruhában kezdtek járni, felszántották a földeket, és elültették az első szőlőt. Vajon javukra volt ez? S nem járt-e ez a felfedezés több kárral, mint haszonnal? Dözer úr minden esetre felvetette ezt a kérdést. A magnetikus erőkről Rodolf lassan áttért a lelki rokonság témájára, s miközben az elnök úr Cincinnátust idézte, aki visszatért az ekéjéhez, Diokleciánus császárt, aki káposztát ültetett, s a kínai császárokat, akik az új év kezdetét szántásvetéssel ünnepelték, a fiatalember azt próbálta magyarázni a fiatal nőnek, hogy az ilyen ellenállhatatlan vonzó erőt valami régebbi lét okozhatja. Így például mi, folytatta, miért is ismertük meg egymást? Micsoda véletlen akarta ezt? Minden bizonnyal úgy történt a távolság ellenére, hogy mint két folyó előbb-utóbb mégiscsak egymásba ömlik, a mi hajlamaink is egymás felé hajtottak bennünket. És Emma keze után nyúlt, az asszony már nem vonta vissza. Jeles gazdálkodásért általában, kiáltotta az elnök. Így például az előbb is, amikor eljöttem önhöz, Bizé úrnak, Kvámpapóból, tudhattam-e, hogy ide kísérem? 70 000 frank pénzbeli jutalmat!
Már százszor is elmentem volna, és mégis követtem, és maradtam. Trágyázásért! Mint ahogy itt maradnék ma este is, meg holnap is, és minden nap egész életem végéig. Káron úrnak, Árgőből, aranyérem! Mert még soha senkinek a társaságában nem találtam ilyen zavartalan gyönyörűséget. Ben úrnak, Zsivri Szent Mártenből! Éppen ezért minden övém magammal viszem az emlékét. Egy merinó fajtájú kosért, ön viszont elfelejt engem, úgy eltűnök majd, mint egy árnyék. Bélo úrnak Notre Dame-ból, de nem. Ugye valami mégiscsak marad belőlem az emlékezetébe, az életében. Sertés, tenyésztés, megosztott díj, 60 fang, Lerizé és Különbur úrnak. Rodolf megszorította a kezét, s oly melegnek és a remegőnek érezte, mint egy rabgerlicét, amely szeretne elrepülni. De akár mert próbálta kifejteni a kezét, akár mert felelt a szorításra, Emma ujjai megmozdultak, amire Rodolf így kiáltott fel. Ó, köszönöm, nem utasít vissza, csupa jóság, megérti, hogy az öné vagyok. Engedje, hogy láthassam, hogy közelebbről csodálhassam. Az ablakon át szélroham hatolt be, s ráncot vetett az asztalterítőn, míg lenn a téren parasztasszonyok főkötői úgy libegtek, minthogyha csak szárnyaló fehér lepkék röbdösnének. Olajmagos pogácsák hasznos alkalmazásáért, folytatta az elnök úr. Sietett. Flamand trágyáért, lentermelésért, lecsapolási munkáért, hosszú lejáratú bérletért, tanyai cselédszolgálatért. Rodolf most már hallgatott. Csak nézték egymást Emmával, száraz ajkuk valami végletes vágytól remegett, s ujjaik lágyon önmaguktól fonódtak most egymásba. Catherine Nikez Elizabeth Leroux. Sassé Lagerierből 51 évi szolgálatért ugyanazon a tanyán ezüstérmet kap, mégpedig 25 frank értékében. Nem jelentkezett, de mindenfelől susogó hangok hallatszottak. Eredj már! Nem. Amod balra, ne félj! Ej, milyen buta vagy! Itt van-e vagy nincs? Kiáltott Tüvás. Igen, itt van. Jöjjön hát közelebb! Akkor aztán egy vézna kis vénylány jelent meg az emelvényen. Félénken lépkedett előre, és egészen töpörödöttnek látszott szegényes öltözetében. Vastag facipő volt a lábán, s széles kék kötény a derekán. Sovány arca, amelyet beszegetlen főkötő fogott körül, több ránccal volt barázdálva, mint egy fonnyat, ranettalma, s vörös pruszlikján ujja alól két hosszú kéz kandikált ki csupa bütyökkel az izületeknél. Ezt a két kezet a pajták pora, a sok mosásnak a lúgja meg a gyapjak zsiradéka annyira elkérgesítette, felhorzsolta és megkeményítette, hogy mindig szennyesnek látszott, bár eleget öblögette a tiszta vízben. És annyi sok szolgálat után mind a kettő félig nyitva maradt, mintha csak maguktól és alázattal tanúskodni akarnának az eltűrt szenvedésektől. Arca kifejezésében valami kolostori szigor fény lett. Szemének bágyat tekintetét nem enyhítette sem bánat, semmiféle ellágyulás. Mivel egyre a jószág közt élt, eltanulta az állatok nyugalmát és némaságát. Életébe még sosem volt ennyi temérdek nép között, s szíve mélyéig megriadva a zászlóktól, a doppergéstől, a fekete frakkos uraktól, meg a tanácsos érdemkeresztjétől, csak ott maradt mozdulatlanul, nem tudva menjen-e még előbbre, vagy végleg elszaladjon, s nem értve miért tolja őt a tömeg, és miért mosolyognak rá az urak. Így állt e piros posgás polgár közt ez a félszázados szolgaság. Jöjjön csak közelebb, derék Catherine Nikez Elizabeth Leroux.
mondta neki a tanácsos úr, miután átvette az elnöktől a jutalmazottak névsorát. S hol a papíros nézegette, hol a vénlányt, atyáskodó hangon ismételgette. Jöjjön, közelebb, jöjjön már! Csak nem süket, mondta Tüvás, felpattanva a karosszékből. És ordítani kezdte a fülébe 54 évi szolgálatért. Ezüst érem! 25 frank! Ez most mind a magáé! A vénlány, mikor megkapta, hosszan nézegette az érmet. Majd a boldogság mosolya áradt széjjel az arcán, és hallani lehetett, amikor elmenőben így morgott. Odaadom a plébános úrnak. Legalább misét mond érte. Hallja? Micsoda vakbuzgóság! Kiáltott fel a patikus, a közjegyző felé fordulva. A gyűlés véget ért. A sokaság szétszóródott, s most, hogy a beszédek elhangzottak, mindenki elfoglalta a maga helyét, s minden visszatért a régi rendben. A gazdák úgy, mint azelőtt, tovább is gorombáskodtak a cselédekkel, ezek meg épp úgy verték az állatokat, ezeket a közömbös gyűzteseket, amelyek most megint csak visszatértek az istállóikba, zöldellő koszorúval a szarvok közt. Eközben a nemzetőrök felmentek a községháza első emeletére, mindegyik egy cipóval a szuronya hegyén, s mögöttük a dobossal, aki boros palackokat cipelt utánuk egy kosárba. Emma Rodolf karjába kapaszkodott, a férfi hazavezette, a kapu előtt elváltak egymástól, s utána Rodolf egyedül kószálgatott a réten, az ünnepi lakomára várva. Az ebéd igen hosszú volt, hangos és rosszul szervezett. Vendégek annyira összeszorultak az asztaloknál, hogy még a könyöküket sem mozgathatták, s a padokul szolgáló keskeny deszkák majdnem összeroppantak az ünneplők súlya alatt. Enni viszont bőségesen ettek. A maga megfizetett részét mindenki el akarta fogyasztani. Mindnyájuk homlokáról csak úgy csurgott a verejték, s az asztal felett a függőlámpák közt fehéres páraféle úszkált, akár a köd őszi reggel egy folyóvíz tükre felett. Rodolf hátát a sátor ponyvá falához támasztva oly erősen gondolt Emmára, hogy mit sem hallott maga körül. Mögötte a gyepen a szolgák, egész halomba rakták már az elhasznált tányérokat. Szomszédai megszólították, de még csak nem is felelt nekik. Megtöltötték a poharakat, s ahogy növekedett a zaj, ugyanúgy csendesedett az agya. Egyre arról ábrándozott, mit is mondott neki Emma, s milyen formájú az ajka. A fiatalasszony arca úgy csillogott a csákók fényén, mint egy-egy bűvös tükörben. Szoknyájának redői ott lebegtek a falak mentén, s a jövendő távlatában a szerelem napjai véghetetlen sorban mutatkoztak. Este megint viszont látták egymást a tűzijáték alkalmával, csak hogy Emma a férjével volt, Oménéval és a patikussal, aki egyre az eltévedt rakéták miatt nyugtalankodott, és szinte minden percben otthagyta a társaságot, hogy Binének különböző óvintézkedéseket ajánljon. A tűzijáték kellékei Tüvás úr címére küldték volt el, aki csupa óvatosságból a pincéjébe zárta mind. Az átnedvesedett lőpor így sehogy sem akart meggyullanni. S a tűzijáték főszáma, melynek egy farkába harapó sárkányt kellett volna ábrázolni, teljesen csütörtököt mondott. Időnként egy-egy szegényes csillagszóró valahogy mégiscsak kigyulladt, s a bámészkodó tömeg ekkor hangos zsivajba tört ki. Közben kiki hallatszott a nők sikoltozása, ha a sötétség örve alatt megcsiklandozták a derekukat. Emma némán és szeliden simult férjének a vállához, máskor felszegve az állát a rakéták fénycsóváját kísérte a sötétében. Rodolf meg csak őt nézte az égő lampionok világánál, és míg ezek lassanként kialudtak, felragyogtak a csillagok.
Pár esőcsepp kezdett hullani. Emma, aki hajdonfőt volt, kendőt kötött a fejére. E pillanatban a tanácsos úr kocsia jött ki a fogadóból. A kocsis, aki részeg volt, hirtelen elszenderedett. A két lámpa közt a borító felett messziről is jól látszott, ahogy vaskos testével jobbra-balra dülöngélt a hintó szíjak ringása szerint. Igazán, szólt a gyógyszerész, törvénnyel kéne büntetni a részességet. Az volna a legegyszerűbb, ha a községháza kapujára hetenként kifüggesztenénk egy külön erre szolgáló táblázatot. Mindazoknak a nevével, akik a hét folyamán alkoholmérgezésben szenvedtek. Így módon egyébként statisztikai szempontból megbízható, évkönyvekkel rendelkezhetnénk a szükség esetén. Ennyi, bocsánatot kérek. És megint a kapitány felé szaladt. Ez már készült hazafelé. Visszavágyott az Esztergom padjához. Jó volna, szólt neki Omé, ha elküldeni egyik emberét, esetleg maga menne oda. Adjon már békén, felelte az adószedő, hiszen nincsen semmi baj. Megnyugtathatok mindenkit, mondta a patikus visszatérve barátaihoz. Bine úr a szavát adta, hogy minden óvintézkedés megtörtént. Egyetlen szikra se hullott le. A szivattyúk tele vannak. Menjünk aludni. Bizony jó lesz, mert álmos vagyok, válaszolta Oméni, aki nagyot ásított. De nem bánom, igen szép napunk volt erre a nagy ünnepre. Amire Rodolf halk hangon és gyengéd tekintettel ismételte. Ó, igen, nagyon szép napunk volt. És miután elbúcsúzkodtak, mindenki ment hazafelé. Két nap múlva a rueni fákja hosszú cikket közölt az ünnepségről. Omé alkotta mindjárt másnap tele hévvel és lendülettel. Mit jelent ez a sok virág, ezek a füzérek és lombkoszorúk? Hová tart ez a sokaság, egymásra torkolódva, akár csak a viharos tenger hullámai, egy trópikus hőáradatban, amelynek perzselő heve minden mezőnket elöntötte? Azután a parasztság nehéz helyzetét fejtegette. Igaz, a kormány sokat tesz, érted, én még most sem eleget. Bátorság! Biztatta a vezetőket. Ezer reformra van szükség. Valósítsuk meg mind a hányat. Azután a tanácsos bevonulását említve persze nem feledkezett meg nemzetőrségünk katonás magatartásáról, sem helységünk legpajzánabb szépeiről, sem a kopasz aggokról, ezekről a pátriárkákról, akik szintén jelen voltak, s akik közül néhányan halhatatlan, falangszainak dicső maradékai repeső szívvel figyelhettek a harcias dobpergésre. A bizottság tagjai közt elsőnek idézte saját magát, s csillag alatt azt is megjegyezte, hogy Omé gyógyszerész egyúttal egy emlékirat szerzője az almaborról, s hogy azt ennek az idején a mezőgazdasági társaságnak is benyújtotta. Mikor a díjkiosztáshoz ért, a jutalmazottak örömét lángoló színekkel ecsetelte. Apák, fiúk, testvérek, házastársak egymást ölelgették boldogságukban. Nem egy köztük nagy kevélyen mutogatta szerény kis érmét, s a visszatért otthonába derék felesége mellé, biztosan könnyezve aggatta fel szalmatetős hajléka bús falára. 6 óra tájt az ünnepség nevezetesebb vendégeit lakoma várt a sátorban, Riegárd úrnak a rétjén. Étkezés közben mindvégig a legkitűnőbb hangulat uralkodott. Többen felköszöntőt is mondtak. Lieven úr a király egészségére, Tüvás úr a prefektusira, Desiré úr a mezőgazdaságra, Omé úr a két nővérre, az iparra és a szépművészetre, Löplis úr a szükséges reformokra. Este ragyogó tűzi játék világította meg a szemhatárt. Valóságos kaleidoszkopban egész, operett díszletben gyönyörködhettünk, s városkánk egy pillanatra már-már olyasmit képzelhetett,
hogy az 1001 éjszaka álomvilágába emelték. Állapítsuk meg egyébként, hogy a családi ünnepet nem zavarta semmiféle kellemetlen esemény. És a végén hozzátette, csak az egyház távol léte tűnt fel. A sekrestjében természetesen másképp értelmezik a haladást. Ahogy tetszik, Loyola urék.